Láncfűrész hangja zavarta meg a madár csicsergést szombat délelőtt kőlaposon, néhány pillanat múlva pedig már zuhant is a faág. Senki sem sérült meg, a speciális mentők jól tudják, hogyan kell alpin technikával biztonságosan kivágni egy veszélyes fát. Több mint 20 éve foglalkoznak ezzel, és napjainkban egyre többször van szükség a munkájukra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy metszőolló olcsóbb. Tehát akkor, amikor még a fa akkora állapotában van, akkora nagyságában, hogy még nem érte el azt a maximális, a növekedésének a maximális magasságát, előtte azért lehet egy korona alakítást csinálni. Tehát a szűk helyre beültetett fa, az mindig kárt fog okozni. Először azért, mert a gyökereivel elkezdi felnyomni a közműveket akár, vagy a házaknak az alapjait, kerítéseket, utána pedig a borulás során ugye egyre több olyan viharos időszak van, amikor az kárt tud tenni. A látványos bemutatót azon a nyílt napon láthatták az érdeklődők, amelyet az Egyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett. A rendezvény célja az volt, hogy mindenki számára világossá váljon, milyen feladatokban lehet számítani a speciális mentőkre. Mentőkutyázunk, eltűnt személyeket keresünk, úgyhogy láthattak itt egy mentőkutyás bemutatót is. És hát ehhez hozzátartozik a magasból, mélyből mentés magához a fakivágásokhoz, a veszélyes favágásokhoz is. Úgyhogy azért megcsináltunk még egy magasból mentés, hiszen egy 12,5 méteres mászóház van a hátunk mögött, illetve van egy ásott kút, amiből egy állatot mentettünk ki, hiszen ezt is az elmúlt 25 év alatt jó néhányszor megtettük. Kicsiket és nagyokat egyaránt lenyűgöz a kutyák tehetsége, haromkutatásról van szó. Ikon 8 hetes korától él gazdájával, az erdélyi kopó most 7,5 éves, és a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesületnél teljesít szolgálatot. A kutya pótolhatatlan szaglás érzékszerve, az orra, az nagyon meg tudja közelíteni, nagyon pontosan meg tudja azt mutatni, hogy hol érzi az illető személynek a szagát. Így nem kell egy teljes rom területet kamerákkal, eszközökkel lépésről lépésre átvizsgálni, ez csak akkor válik szükségesé, hogyha a kutyától már élő jelzést kaptunk. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület jelenleg egy 20 fős csapat, de utánpótlásra mindig szükségük van. Éppen ezért a nyílt napra számos olyan programmal készültek, amelyel a fiatalabb generáció számára is vonzóvá tudják tenni ezt a speciális hivatást.